Sziasztok! Sziasztok! Az elmúlt hetekben igyekeztünk nektek megmutatni, hogy a meddőség okai mennyire szertágazóak, hogy hány és hányféle probléma lehet a nehezített gyermekvállalás mögött. Bizony. És hogyha problémánk van, igyekszünk rá megoldást találni, ez teljesen természetes, de azt, hogy a megoldás mennyire bonyolult, vagy mennyire szertágazó, az attól is függ, hogy mi a problémánk tulajdonképpen. Azt látjuk, hogy nagyon sokan a nyugati orvoslás mellett, vagy sokszor a helyett elmennek valami teljesen más irányba, keleti irányba, vagy spirituális, vagy valamilyen alternatív gyógymódot találnak. De vajon használnak ezek? Hát tehát, igen, mire lehet jó, vagy egyáltalán mit mutat az meg, hogy itt tűvel szurkálnak? Hogy nyomkodják a talpadat különböző pontokon. Így van, hogyha találnak valamit, akkor az tényleg egy szervi bajt jelezhet? Vagy például tényleg fel lehet oldani évtizedekkel korábbi női blokkokat? Hát ennek jártunk utána, ez a rész szóljon az alternatív gyógymódokról. Nagy kíváncsisággal vágunk bele a mai témába, mert azt tapasztaljuk, hogy meglehetősen megosztja az emberek véleményét. Van, aki hisz ezekben a dolgokban, és van, aki nem. Ugye egy családon belül is lehetnek eltérések nálunk. Te is szkeptikus vagy, de még mindig sokkal elfogadóbb, mint én. Na, ez biztos. De emiatt köztetek egyáltalán ne legyen vita. De szerintem azért az is fontos, hogy ki ajánlja mondjuk az orvost. Engem Völgyesi Gabi énekesnő győzött meg, ő neki segített a fülzúgásán, János elmulasztotta azt. Szóval nagyon fontos, hogy ki ajánlja, és hogy mennyire hiteles ez az orvos. Én tényleg nagyon-nagyon várom azt, hogy hogyan tud akár a gyermek várásban, a gyermek áldásban is segíteni. Ez a nyugati orvoslástól homlok egyenest eltér. Keleti orvoslás. Mikor és miért jött neked az az ötlet, hogy az orvosi egyetem után vagy közben kelet felé fordulja, keleti orvoslás felé. Én hagyományos kínai orvosi egyetemet végeztem, aha, tehát nem végeztem nyugati orvosi egyetemet, aha, hogyha erre kérdezel rá. Egyszerűen rájöttem arra, hogy a nyugati orvoslásban nem találom meg azokat a alternatív lehetőséget, azokat a dolgokat, amikor az emberekkel foglalkoznak valójában. Uh-huh. Tehát egy medikál doktor nem feltétlenül foglalkozik az emberi egészségnek minden aspektusával úgy, hogy egy kínai, hagyományos kínai orvos. Ha ide leül valaki és egy pár, akkor igen, kezd ugye egy nagy kivizsgálással, de beszélgetéssel. Gyakorlatilag a vízfogyasztástól, az alvás minőségén át mindenről kikérdezed őket. Ha ez megvan, az akupunktúra hogyan tud ezen segíteni? Hiszen én csak annyit tudok, hogy tűkkel szépen bizonyos pontokat elérsz. Na itt a lényeg, tehát akkor, amikor valaki elmegy és hormon tanácsadásra, vagy kap valamilyen gyógyszert, akkor azzal valóban tudok segíteni a vellékvesén, vesén, pajzsmirigyen, inzulinrezisztencián, de az azt jelenti, hogy életem végéig valószínűleg szedhetem ezt a gyógyszert. Uh-huh. A kínai gyógyászat azzal, hogy stimulálom a vesét, a mellékvesének a működését, tulajdonképpen beindítom a saját progeszteron termelésemet. Ezt nem tudom másra elérni, csak akupunktúrával és gyógynövényekkel. A lombiknál folyamatosan hajtják az időt, és minden orvos azt mondja, hogy úristen, kegyek a biológiára, de hogyha valaki egy pár eljön hozzád, akkor valami problémát mondjuk észlelsz, akkor egy kezelésre mondjuk a fejünkben mi legyen, mennyi az a te tapasztalatod szerint, ami mondjuk helyreállítod a testét? Minden nő akkor jön hozzám, tehát 90%-ban, amikor már legalább 2-3-5 lombik után van, és 40 felett. Tehát akkor szeretnének azonnal, és már nagyon gyakran történik, hogy belép az ajtón, és közli, hogy 2 hét múlva már van lombik programra, időpontja, előjegyzése. És akkor én azt mondom, hogy nem tudok segíteni, tehát... Idő kell. Tehát én nem egy gyógyszert adok, egy szem gyógyszert, amitől holnap jobban fogja magát érezni, és meggyógyult, uh-huh, és van elég bőséges menstruáció, meg minden. 46 évesen még akár lehetőség is lenne, hogy
áldott állapotba kerüljön valaki? Mit tapasztalsz te? Én azt tudom mondani, hogy a leleteknek a nagy részénél, hogyha nincsen egy súlyos Epstein-Barr vírus, ami egy pajzsmirigy gyulladást okoz, hogyha beállítom, akkor minden további nélkül össze tud jönni a gyerek, akkor már nincsen tovább orvosilag, és van az a bizonyos szihés faktor, amit őre lehet bízni csak, de hozzá kell tenni, hogy nagyon-nagyon, tehát olyan 70-80%-ban teherbe esnek azok a hölgyek, akik lombiknál nem jött össze, és itt teherbe tudnak esni. Jánost hallgatva már csak egy dologra voltunk kíváncsiak, hogyan is működhet ez a módszer a gyakorlatban? Pár résszel ezelőtt megismerhettétek Solti Ádám és Berni történetét, akik már túl vannak egy sikertelen lombikon, így arra gondoltunk, hogy elhívjuk őket, bízva abban, hogy ezzel is segítségükre lehetünk. Miben segíthetek? Őrletes fülzúgásom van. Igen. És amúgy szeretnénk babát. Ez a kettő, ami nem stimmel nálam. Okay. Amúgy minden rendben. Hogy állsz a folyadékfogyasztással? Elég rosszul a telefonomra nagyon régen letöltöttem egy alkalmazás, hogy jelezzel minden órában, hogy legalább 3 decit igyak. De nagyon keveset szoktam inni, ez igaz. Ez mindig eszembe jut. Most is olyan szomjas vagyok. Mennyi ez a napi folyadékmennyiség, amit most beviszel? Hát, nem tudom. Így egyszerre éjszaka szoktam így gyorsan nagyon sokat inni. Éjszaka. 1 liter biztos. Akkor jut eszembe, úgy te nem ittem egész nap. 1 liter vizet? Körülbelül 1 liter, igen. Oké. Szoktál-e kávét inni? Igen. Mennyi kávét szoktál inni? Kávé az változó, ahogy éppen. Körülbelül 3-at biztos, 3 hosszút. 3 hosszú kávé. 2-t biztos. 2-t biztos. Szerintem többet is lehet. Értem. Ádám, tudod, hogy mennyi az a minimális folyadék egy emberi testben, amire szüksége van? Hát nem pontosan, de én úgy tudom, hogy olyan 1,5-2 liter, azt hiszem. Nem valami ilyen... Hát ez több? Kilóra van ez általában megadva. Úristen, akkor nagyon sok. 20 kilónként olyan 1,5 literen lenne szükségünk. Tehát, hogyha azt nézzük, hogy megiszol 1 liter vizet, és akkor 3 kávét mellé, akkor körülbelül nincsen vízbevitened. És a párologtatással, a beszéddel, az ízadással mindenképpen vizet veszítesz még mellé. Igen. Ebből következik, hogy elsősorban nem csak az egész folyadékházhatásod kezd lecsökkenni ilyenkor. Megváltozik a pH-d is, ami azt jelenti, hogy elkezd savasodni a test. És innentől kezdve egy csomó betegségnek a kialakulása tud létrejönni. Nagy valószínűséggel a fülzúgásod közvetlenül kapcsolatban van a vesével, hiszen a kínai gyógyászatnak egyik alaptétele. A vesének az állapota a fülön nagyon jól megnyilvánul. Ez azt jelenti, hogy ha fülzúgás van és valaki kevés folyadékot iszik, akkor nagyon egyszerű a dolog, mert sokat kell inni, és már is elkezd javulni majd a fülzúgásod. Most ott hagytuk Bernéket, doktor úrra. Nekem is több vizet kell innom. Igen, hallottuk a kivizsgálás első pár kérdését, és Ati is megdöbbent, hogy igyon több vizet, nem? Talán elmúlik a fülcsengésem. Igen, persze most ott hagytuk őket Jánosra, nem szeretnénk őket nyilván így zavarni a kamerával. Mivel Bernék már jó ideje bent voltak Jánosnál, arra gondoltunk Atival, hogy megkérdezzük őket, mire is jutottak. Ám amint beléptünk a szobába, Berniet arca már nem sok jót sejtetett, és arra utalt, hogy valami nem stimmel náluk. És tényleg itt van ez a lelet, és nekem idáig senki nem mondta ezt, és mindig olyan rosszul éreztem magam, hogy lehet az, hogy senki nem mond semmit. Mégsem jön össze a baba, de azt mondják, hogy ez teljesen rendben van. Hogyha mond valaki valamit, hogy valami nincs rendben, ezt már könnyebben fogadom, mert akkor tudom, hogy mit kell tennem. Így van, így van. És kiderült a leletből, hogy valami nem oké. Egy megfokú eltérés van, de akkor igen. Az eltérés. Tehát így a van. Index is egészen pontosan bemutatja, hogy van egy enyhefokú inzulin rezisztencia. Így van. És ilyenkor mindenképpen kellene nézni,
több dolgot, a pajzsmirigynek a több dolgait, hiszen a pajzsmirigynek is van egy egyenfokú túlműködése. Ilyen fiatalon 1,78-tól eltér, tehát 2,2 felett már az egyértelmű azt mutatja, hogy ha apró eltérés, de eltérés, tehát megnéznék egy anti-TPO-t, megnéznék egy T3-T4-et. És nincs rajta? Neked néztek valaha egyébként? Tudod mi az? Nem is nézték. Tehát meg sem nézték, hogy esetleg bármi egy pajzsmirigy gyulladás van-e esetleg, ami egy pajzsmirigy gyulladás, egy baba kihordásánál alapvető fontosságú, hogy van egy pajzsmirigy gyulladás. Egyébként ez szörnyű. Akár Epstein-Barr vírus, akár egy ételintolerancia miatti, akár hisztamin intolerancia miatti gyulladás lehet így a pajzsmirigynél. Egy várandós, vagy egy babát váró nőnél nagyon fontos, hogy tudja, hogy teljesen egészséges gyermeket akar, és annak megfelelően egészséges szervezetben szeretnék kihordani, hogy a legjobb géneket adja át a gyermek számára. A rosszért halva ismét maguk rajtuk Bernieket, hiszen még nagyon sok vizsgálat várt rájuk, és szerettük volna, ha nyugalomban részletesen átbeszélik, vajon hogyan tud segíteni számukra János, akár az akupunktúrával, akár más keleti orvoslással. Hogy vagy? Jól. Jól, mármint, hogy jól, mert örülök, hogy ezt megtudtam, csak azért nem jól, mert ideig azt hittem, hogy minden rendben, és most nem is félre diagnosztizálva érzem magam, de úgy érzem, hogy úgy el lett így ez így tusolva, vagy én nem tudom, és hogyha ezt tudom időben, akkor nem is megyek el az első lombikra, mert akkor ezt helyrehozom, és akkor úgy vágok bele az elsőbe, hogy nagyobb esélyem lett volna, hogy sikerül, és így viszont minek mentem, hogyha... Emiatt ne keseredjél emiatt egyébként. Biztos vagyok benne, hogy simán minden megoldható, úgyhogy most el kell menned vérvételre? Igen, jó sok mindent kell vétetem. Na, hát túl vagyunk körülbelül 10 akupunktúrás kezelésen, és egyébként tök jó a légkör, meg nagyon jól érezzük ott magunkat, és maga a kezelés abszolút nem is fájdalmas, én azt hittem amúgy, hogy az lesz, mert hát mégiscsak tűket szurkálnak belénk, de így 10 alkalom után még őszintén szeretnénk lenni, és még úgy olyan hatalmas változást nem érzünk. Igen, de ezt ők is mondták, hogy körülbelül egy ilyen 30 alkalom után lehet érezni változást. Igen, és ráadásul mi majdnem 50 alkalmat kell, hogy járjunk. Úgyhogy bizakodva várjuk, hogy lesz még ennek bármilyen eredménye, mert amúgy nagyon jókat olvastunk, meg nagyon jókat tudunk erről, úgyhogy biztos, hogy megyünk sikeres vissza. Lesz, persze. Igen. Most volt egy kis szünet. Igen. Volt egy kis szünet, mert hogy nagyon sokat dolgoztunk, és annyira nem értünk rá, mert korán reggel 6-ra jártunk mindig, de most már ráérünk, úgyhogy akkor egy kicsit rendszeresebben fogunk járni. És ráadásul Ádám még a fülzúgása miatt is nagyon. Ötletes fülzúgása van, és állítólag ezzel az akupunktúrás kezeléssel el lehet mulasztani, úgyhogy kíváncsian várom a hatást. Legyen így. Nagyon örülünk, hogy Berinek és Ádámnak így is tudunk segíteni, és elárulom nektek, hogy az ő útjukat nyomon követhetitek itt a vlogban. Már túl vagyunk velük egy első konzultáción, és hát nagyon reméljük, hogy valamikor májusban az ő utolsó lombikra is sor kerül, nagyon szurkolunk nekik. A mi útunk is tovább folytatódik, a kínai orvoslás után jöjjön a kineziológia. Ennek nagyasszonyához, dr. Varjú Mártához mentünk, nézzük, hogy miről is szól ez az alternatív gyógymód. Márta, hogyha valakinek eszébe jut az a szó, hogy kineziológia, akkor mire gondolhatunk, hogy mi ez pontosan? Klasszikusan a mozgástudományát jelenti. Aha.
De ez csak a kezdetekre igaz, azóta nagyon sok kineziológiai rendszer épült föl, és inkább a test és a lélek kapcsolatáról, a test energetikai állapotáról szól már. Hogyha valaki leül ide veled szembe, vagy eljön, és most legyen férfi vagy nő, de termékenységi problémával küzd, az jelent a rendszerben egy másfajta megközelítés? Vannak nyilván speciális, tipikus háttérokok, amelyeknek a bekapcsolása jellemző egy meddőségi problémánál. Például, hogyha kezdetektől nézzük, az anyának a halva születése, hogyha éleszteni kellett az anyát, az anyának a halála a születés után, egy olyan testvér, aki betegen született, és betegen él a családban, akkor ez ugye félelmet jelenthet a megszületendő gyerekkel kapcsolatban. Aha, és ezeket feltérképezed, és akár a mozgásban látszik egy elakadás, egy fel nem dolgozott trauma? A testtartásban látszik, mint fizikai blokk. De ez nem csak a meddőségre igaz, hanem minden energetikai elakadásra. Mi van az egészségügyi problémákkal? Tehát azzal is foglalkozol, hogy azt ő mondjuk miért kapta? Hát az egészségügyi tünet az egy következmény, úgy gondolom. És lehet az oka annak, hogy azzal tudja távol tartani magától a terhbeesést, a terhességet. Tehát mondjuk akár van egy saját fájdalmas élmény, akár betélés például, nem akarja még egyszer átélni, a testben blokkok keletkeznek, és megakadályozza valamilyen betegséggel a teherbeesést. De ezt egyébként én úgy gondolom, hogy ez akkora téma, hogy csak úgy működhet, hogyha több szakember dolgozik valakivel. Aha. Az eddigi tapasztalataid alapján mennyi idő kell, mennyi kezelés kell ahhoz, hogy mondjuk ilyen blokkokat oldjunk, hogy ő jól érezze magát a testében? Igen. Hát itt ugye vannak múltbéli blokkok, amelyek egymásra épülve létrehozták ezt a problémát, és vannak azok a blokkok, amelyek nap mint nap keletkeznek ezzel kapcsolatban. Kudarc, orvosi vizsgálat, a valamilyen család ünnepségen megkérdezik, hogy és hol van a trónkövetelő, mikor lesz már kicsike. Tehát ezek az újra termelődő stresszek, amivel meg kell tanulni együtt élni, amit jól kezelni. És akkor az első, az egy megbeszélés alapú, hogy igen, feltárják a családi igen, módot. Egy anamnézis jellegű. Aha, és igen. Mi az, amit kérdeznél elsőre? Hát ez meglehetősen hosszadalmas lenne, de onnan indulna, hogy mi a probléma, amivel jöttél, mi az, amin szeretnél változtatni, mi történt ezzel a problémával kapcsolatban eddig, és mivel ilyen női jellegű probléma, nyilván elkezdenénk visszafelé menni, de az, hogy volt-e már, volt-e vetélés, abortusz, mikor jött meg az első menstruáció, és akkor meg kell kérdezni, hogy anyukánál ez hogy volt, neki mikor jött meg a menszesze, voltak-e problémái, volt-e vetélése, volt-e halvaszülése. Tehát, hogy van egy tipikus vonal azzal kapcsolatban, hogy ne legyen gyerek. Nagyon érdekes egyébként, amit mondasz, mert ugyanezen kérdésekre emlékszem, amikor én réges-régen először elmentem kineziológushoz, és tudom, hogy transzgenerációsan kiderültek dolgok. Igen. És ott főleg a anyai vonalon, minden anyai vonalon. Úgy gondolom, hogy mindennek oka van valahol a mélyben. Nagyon kis mértékben hozzuk létre jelen életünkben azokat a problémákat, amelyekkel küzdünk. Meg kell néznünk azt, hogy az izmaid milyen állapotban vannak. Itt konkrétan lerövidítve a dolgokat, csak a delta izmodat vizsgálnám meg, mert utána az izomtesztelés során a delta izmot fogom tesztelni, kérdéseket föltéve. Most széthúzom,
a deltaizmot, ezt így is lehet, és akkor újra tesztelem, erős válasz. Tehát megfelelően reagált az izom arra a stimulációra, amit én végeztem. Most az irányító és a központi meridiánt fogom megvizsgálni, hogy milyen állapotban van. Ez két nagyon-nagyon lényeges meridián a testben. Központi meridián mentén fölfelé irányuló mozdulat és erős válasz, egy lefelé irányuló mozdulat és egy elgyengülő. Hát ez is erős. Tehát van egy valamilyen energetikai blokk. Ugye ez jelentheti azt, hogy az emberben van valamilyen önvédelem, hiszen azt próbáljuk elrejteni, amit elől van. Fogd be az egyik orrnyílásodat, vegyél levegőt, fújd ki a másikon. Most megnézem, hogy milyen izomválaszt kapok. Tökéletes. Azt jelenti, hogy lényegében a testpolaritásod rendben van. Uh-huh. Tehát a pozitív, negatív, férfi energia, női energia, yin és yang. Lehet, hogy később ez valamilyen hatásra fölborul, de úgy néz ki, hogy egy ilyen állandó stabilitás van ezzel kapcsolatban. Tehát igazából ma és a jelenre igaz ez. Igen, kibillenhet, de azt érzem, mivel az irányító meridián is nagyon jól működött, hogy ez nálad egy ilyen könnyen visszabillenek jelzést jelent. Tehát aránylag te úgy jól rendbe tudod tenni magadat. Igen. Nagyon érdekes volt Mártától azt hallani, hogy van olyan, akinél ugye generációkra visszavezethető az, hogy miért nem sikerül a gyermekáldás. Nekem azért az is nagyon jól esett, hogy azt mondta, hogy úgy érzi, úgy látja, hogy a helyemen vagyok. Cuki vagy. És mit szólnál, hogyha a lelkizésből ennyi elég lenne, és egy kis talpmasszázs? De reflexológiatika. Igazad van. Nem mindegy. Hát egyáltalán nem. Amit csinálsz, de ez nem talp masszázs, hanem reflexológia. Így van, a talp masszázs is egy más jellegű masszázs, és a reflexológia is. A reflexológiának a bevezető mozdulatai hasonlítanak a talp masszázshoz, hiszen egy picit kell szoktatni a szervezetet és a talpot az érintéshez, mert ugye sokan nem szeretik azt, hogyha a lábát masszírozzák, vagy a testét, egy kicsit a kezem és a láb összeszokik, ez az első momentum. Ezzel lehet felmérni és kezelni is, ezzel a módszerrel? Állapotfelmérésre szoktuk használni, illetve alkalmas már meglévő hagyományos kezelések mellett kiegészítő terápiaként, utókezelésre is, és tulajdonképpen egy jó közérzetet biztosít, úgy, ahogy a frissítő talpmasszázs, de mi hatunk a szervezetre olyan pontokkal, például a vese, a máj, a tüdő, ami a reflexpontokon keresztül serkenti a szervezetnek a működését. Ezáltal ugye a szervezetnek az öngyógyító hatásmechanizmusa is beindul. Hogyha leül ide melléd valaki, és csak a talpán pontokat így most nyomkod, egyébként tényleg valóban észreveszel ilyet, hogy mondjuk van egy ciszta mondjuk petefészekben, vagy csak az, hogy rendellenes működés tapasztalható, és elküldöd mondjuk orvoshoz. Ha kifejezetten most a női problémákról beszélünk, a bokának a belső részénél a méhnek a területe található. Legtöbbször ugye mióma szokott előfordulni. Általában az érzés az nem egyenes, hanem egyenetlen, egy kicsit olyan dorozmás érzés, illetve a petefészek esetében ez a terület, itt is szintén olyan kis kiemelkedések, esetleg apró csomók utalhatnak arra, hogy petefészek tiszta gyanú van.
Ilyenkor meg szoktuk beszélni, hogy nőgyógyászhoz kér időpontot, és akkor egy hüvei ultrahang ezt általában megerősíti, és akkor ugye a további kezelések már azt szerint vannak. Aha. Sokszor van, hogy a pácienseknél beszélünk a szellemi oldalról is, például, hogy egy-egy szerv mit tud képviselni. Ezek általános dolgok, de mindig, ha az ember házi feladatként megkapja, hogy gondolkodjon, mindig rájön arra, hogy azért van valamilyen alapja a betegségnek. A szervezet nem tudja azt mondani, hogy édes gazdám, figyelj oda erre meg arra, hanem különböző tüneteket, később betegségeket fog produkálni. Törekedni kell arra, hogy egy kis én időt szánjunk magunkra, akár úgy, hogy egy kicsit mozgunk, odafigyelünk, másképp táplálkozunk, sétálunk, tehát feltöltődünk, egy kicsit kitágulunk. Ugye? Nagyon érdekes, hogy te is összefüggésében látod a problémát, és nem azt mondod, hogy na, akkor a reflexológiával egyébként minden megoldható. Ez egy rész a tortából. Legtöbbször kiegészítő kezelésként van a reflexológia, ugye más esetleg akupunktúrás kezelés van, hormontanácsadás, amit még ilyenkor szoktak javasolni. Azzal együtt ugye hathatósabb, sokkal hatékonyabban tudunk fellépni, hogy változtasson valaki. De ehhez ugye mi kevesek vagyunk, ugye minden fejben dől el, ezt meg kell érteni, hogy ha ők nem változtatnak dolgokon, akkor igazából nincs értelme. Bevallom nektek, hogy én már mindhárom módszert kipróbáltam, volt egy teljesen másik problémával, nem a gyermekváráshoz kapcsolódóan, és tartósan csak a talpreflexológia maradt meg az életemben, a sok-sok gondra egyébként nagyon hatékonynak bizonyult. Lesznek még olyan terápiás jellegű kezelések is itt ebben a vlogsorozatban, amelyek már a csoda kategóriába tartoznak, de arról majd később. Köszönöm ismét, hogy velünk voltatok. Sziasztok!